Magyarország kormánya úgy határozott, hogy támogatást ad a tízezer lakos feletti városoknak és a fővárosi kerületeknek, hogy segítse az önkormányzatokat a megemelkedett rezsiköltségek fedezésében. Ebben 138 város és 17 fővárosi kerület érintett. A támogatási keret összesen csak nem 44 milliárd forint a rúg, közölte a miniszterelnökség a hét elején. A támogatásért cserébe mindenkitől takarékosságot kérnek, ezért az érintett önkormányzatok tervet készítettek a lehetséges energiamegtakarítási megoldásokról. Farkasév Verzsébet Makó polgármestere hivatalos Facebook oldalán egy bejegyzésben úgy fogalmazott. Az energia árak hatalmas növekedése az önkormányzatokat is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. Ezért a legfontosabb közszolgáltatások működésének fenntartása érdekében városunk a 10.000 fő feletti települések segítésére szánt keretből 150 millió forint rendkívüli kormányzati támogatásban részesült, mint olvasható. Magyarország kormánya minden eszközzel azon dolgozik, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen az orosz-ukrán háború és az erre válaszul adott uniós szankciók okozta gazdasági és energiaválság terheiből. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat 2023-ban is azért fog dolgozni, hogy csökkentsék az energiaköltségeket és támogassák a makói lakosságot. Csongrácsonád vármegyében Szeged csak nem 1 milliárd 300 millió, Csongrád mintegy 300 millió, Szentes pedig csak nem 280 millió forint értékben részesült az elkülönített támogatási forrásból.